A kutya tüdeje anatómiailag azért nagyon hasonlít az emberi tüdőhöz. Most itt nem akarok abban belemenni természetesen, hogy hány lebenye van, meg jobb, meg bal, meg mindegy. A lényeg az, hogy szövettanilag, sejttanilag és funkcionálisan ugyanazt a tüdőt találjuk a kutyában is, mint az emberben. Ebből következik, hogyha, mint azt nagyon jól tudjuk, a dohányfüst súlyosan károsítja a tüdő állapotát és az ember egészségét, ebből tökéletesen levonható az a tanulság, hogy a kutyának az egészségét is pontosan ugyanolyan mértékben és mélységben zavarja árt és árt neki, mint az embernek. Egy pici különbség van. A dohányfüst romboló hatása hosszú évek alatt szokott vagy okozhat súlyos elváltozásokat az emberi tüdőben. A kiskutyának a tüdeje is ugyanúgy károsodik, ugyanúgy képezhet ott tumoros elváltozástól kezdve mindenféle más elváltozást, de ennek sokszor az ideje nem jön meg a kutya életében. Mert hiszen sajnos a kutyáknak az élete, vagy mindegy, hogy ezt most sajnosnak vagy nem sajnosnak mondjuk, de a kutya élete ez egy faktum, az nagyjából 15 évben írható le, tehát 15 év áll rendelkezésre a kutyának az életterét tekintve, ez alatt a 15 év alatt statisztikusan azért kevesebb kutya fog megbetegedni a dohányfüst okozta tüdőkárosodásban, mint ahány ember, mondjuk a 50-60-70. Évét taposó ember ugyanebből a károsodásból adódó következményekkel küzd. Én azt hiszem, hogy ez nem azt jelenti, hogy föl vagyunk mentve attól, hogy a kutyákat ilyen fajta terhelésnek tegyük ki, tehát igenis a dohányfüst éppen úgy káros a kutyának is, mint az embernek. Amennyiben lehetőségünk van, ne tegyük ki a kutyát a dohányfüst által okozott károsodásoknak, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a statisztikai értékelés szerint kisebb a valószínűsége annak, hogy az alatt a 15 év alatt elő is jön a probléma, de én, mint klinikus állatorvos, napi gyakorlatot végző állatorvos, sajnos azt kell mondjam, hogy nem telik el úgy hét, hogy ne találjunk egy vagy két olyan tüdődaganatos kutyát, amely már az életét befolyásoló módon tüdődaganatos, tehát nagyon komoly elváltozásokat találunk időnképp a tüdőben, ami persze annak csak egy kisebb része a városi körülmények, a smog és dohányfüst által okozott károsodás, nagyobbik része valamilyen máshol keletkezett tumornak az áttéte, ez így van, de akkor is a tüdő daganat, mint egy súlyos következménye, lehetséges súlyos következménye a dohányfüst okozta a folyamatos, tehát a dohányfüst folyamatos belélegzésének, azért ott van valóban a kutyáknak a kórtanában is.